A munkaértekezleten Kiskun Félegyháza polgármestere kiemelte, ha a települések összefognak és közösek a terveik, akkor sokkal nagyobb hatékonysággal képviselhetik a régiót. Csányi József hozzátette, a Bács-Kiskun megyei közgyűlésnek fontos szerep jut az uniós pénzek elosztásában, de abban is nagy lehetőség van, hogy a mezőgazdasági minisztérium államtitkársága Kecskemétre költözik. Véleménye szerint az összefogás azért is kiemelt jelentőségű, mert kormányzati szinten is kedvezőbben ítélhetik meg a terveket. Félegyháza polgármestere elmondta, az elmúlt hetekben nagy volt az érdeklődés az ipari park iránt, 4 vállalkozás komoly szándékkal kereste fel az önkormányzatot. Ezen a héten egy bécsi székhelyű textilipari cég vette fel a kapcsolatot a várossal. A választókerületben 3 régió központ, gazdaságfejlesztési központ alakulnak ki, és az ott elhelyezkedő vállalkozásoknak a fejlesztése ezeken a régiós központokon keresztül tudna megvalósulni. Ami mi szempontunkból nagyon fontos, és az elmúlt időszaknak, az elmúlt mondjuk azt, hogy szűk 3 hétnek már eredményeiként tudjuk elkönyvelni, mondhatnánk azt, hogy Kiskunfélegyházán ipari park több mint egy polgármesteri ciklus óta létezik, viszont annyi jelentkező az ipari parkba, mint az elmúlt 3 hétben jelentkezett, nem történt. Félegyháza országgyűlési képviselője gratulált a választókerület megválasztott polgármestereinek. Lezsák Sándor egyúttal támogatásáról biztosította a települések vezetőit. A politikus elmondta, már 16 éve tart munkaértekezleteket a polgármesterek számára. Ezek a találkozók egy-egy kiemelt témakörrel foglalkoznak, de lehetőség van megyei és kormányzati vezetőkkel is találkozni. Kapcsolatot lehet teremteni, és ez a kapcsolati tőke az nagyon fontos egy polgármester életében, hiszen alkalmas arra, hogy ismeretekhez jusson hozzá, illetve a saját gondjai megoldásához találjon olyan társakat, olyan segítséget, amely segítségével tovább léphet. Az értekezleten ezúttal az aktuális pályázati lehetőségek kaptak kiemelt figyelmet. A későbbi tanácskozások rendszeres vendége lesz dr. Fekete Gyula közgazdász, a rendszerváltó parlament tagja, valamint Lenkei Róbert, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés képviselője.